Kedves barátaim, nem vagyunk nagyon sokan, amiért elsősorban vendégeinktől kérek elnézést, de minden ilyen típusú rendezvénynek azért az örökké valóság, az internetes örökké valóság biztos, hogy valamilyen értelemben tért. Tehát azért azt gondolom, hogy ha eljöttetek, akkor azért szerintem beszélgessünk mindenképpen erről a dologról, mert az legalább nagyon biztos, hogy abszolút mindenkit, aki itt van, az biztosan nagyon érdekli a dolog. És akkor én attól lehető legszimplább módon azt gondolom, hogy akkor ti mondjatok, amit gondoltok, és utána Mari mondjon, amit gondol, és utána fecsegjünk, de hát ennek túlzottan vita vezetni, én azt gondolom, hogy nem kéne egy ekkora méretű közönség mellett. Tehát akkor szerintem mostantól kezdve ezt a maga informális logikájával haladjunk, úgyhogy át is adom a szót. Hát nagy megtiszteltetés, hogy meghívtál bennünket erre. Mi már írtuk is, mikor a meghívót olvastuk, hogy könyveket szoktak megvitatni, mi ezt azért nem érezzük igazán egy komoly könyvnek, vagy szóval a mi alkotói tevékenységünk ebben meglehetősen korlátozott több szempontból is. Az egyik legfontosabb, hogy ez egy olyan felmérés, hát ugye bocsánat, nem definiáltam, hogy miről van szó, de mindenki tudja, mi a tehát egy olyan kutatás sorozata, mondhatnám szép hivatos marketinges nyelven, egy tracking study, szóval, hogy egy olyan, amit Kovács András, most már nem is vagyok benne biztos, hogy hány, tehát több mint 10 éve, kezdett, és van egy része ennek a kérdőívnek, amit mi most használunk, ami azóta változatlan. Ennek az összes előnyével és hátrányával, hát mindenképpen óriási előnye, hogy több év össze lehet hasonlítani néhány alapvető változónak alakulását követően. Másrészt ugye, hát ez mégiscsak egy ilyen kérdőíves szörvé, amit mi megpróbálunk elemezni, megpróbálunk következtetéseket levonni, de nem tekintem ezt egy kimagaslóan gondolati teljesítménynek. Ez mindjárt az elején azért egy ilyen mentegetőzés. Ugyanakkor pedig hát egy ilyen barátias szikkörben nagyon érdekes lehet megbeszélni. Néhány alapdolgot azért elmondanék, mert lehet, hogy ez nem magától értetődő, és elnézést, ha mégis az lenne. Tehát ez egy személyes adatfelvétel. Az elmúlt 3 évben csináltuk ezt kisebb változtatásokkal, de alapvetően 3 éve teljesen ugyanazon a módszertannal, mindig novemberben, mindig 1200 fős reprezentatív mintán, úgynevezett omnibus felmérés keretében, ami azt jelenti, a mediának, hogy nem is minden hónapban, de elég sűrűn vannak ilyen 1200 fős felmérései, és ezekben több témában, esetleg több megrendelő számára egészen vegyes politikai, kulturális, piackutatási és egyéb kérdéseket vizsgálunk, de mivel a módszer nagyon teljes mértékben azonos, tényleg én nagyon megnyugtatónak tartom az adatoknak összehasonlíthatóságát. Ez
annál is inkább fontos, és most egy nagyon önmarcangoló kitérőt teszek, mert annál is inkább fontos, hogy ezek az adatok meglehetősen konzisztensek több év távlatában, mert az mi időnkben, és ezt most nem tudom pontosan melyik időponttól számítsam, mert én ezt a szakmát gyakorlatilag a 70-es évek óta űzöm, és hát már abban az elmúlt rendszerben is egészen más volt, de most maradok az elmúlt néhány évben, nagyon romlottak a mi szakmánknak a feltétele, a külső feltételei. Részben, nagyon nagy részben a bizalmatlanság növekedésével, és hát ezt mindannyian nyilvánvalós újságot is, oly mértékben elszaporodtak az összeesküvés elméletek, és most csak a politikai vonatkozásról beszélek egy pillanatig, hogy az egész közvéleménykutató szakmát is áthatja ez a gyanakvó légkör, beleértve azt, hogy melyik intézet, meg egyáltalán a szakma mennyire független, mennyire esetleg pártok kiszolgálója, és így tovább. És hát ez persze a válaszadókra is visszahat, de nem csak ez hat rájuk, hát elsősorban az hat rájuk, hogy nagyon nagy a bizalmatlanság, tehát eleve bejutni sokkal nehezebb, mint a sokat kritizált előző rendszerben volt, és ez persze azt is jelenti, hogy az emberek szabadabbnak érzik magukat, és bátrabban kirúgják azt a kibecsüket. A 80-as évekig azért ez inkább olyan volt, hogy jobb nem ellenkezni. Na, szóval ebben a légkörben viszonylag nehezebbé vált a munka, és akkor még fokozhatnám a dolgot azzal, hogy az általános munkaerő hiány, tehát bizonyos képzettebb munkakörökben, és ide számítom ezt a kérdezőbiztosi munkát is, nem könnyű ma megfelelő embereket találni azért a kevés pénzért, amit fizetni tudunk, mert ugyanakkor meg a piac nem bírja el a magasabb. Szóval mindezek mellett azért nem tudom, hogy sikerült-e belenézni ebbe a legutóbbi elemzésünkben. Megdöbbentő, hogy milyen konzisztensek ezek az adatok. Azért 2-3% eltérés éves távlatban igazán nem számít ebben a szakmában nagynak. És ehhez képest, szóval az adatok nagyjából egybe simulnak, és ha mégsem, akkor azt legtöbbször, nem mondom, hogy mindig, de legtöbbször meg lehet magyarázni. És hogyha ilyesmiről esetleg konkrétan is beszélünk ezekről a részletekről, akkor kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok. Most csak azért lapozhatom itt, mert utalán nem találom azt. Mivel összeesküvés elméleteket említettem, érdekes az, hogy az előző évekhez képest 2010-ben. Igen, de bocsánat, te tudod, hogy jól van. Összeesküvés elméleteket, mert nyilván valaki ellopta a készítettől. Nyilván. De most miért részletek így össze? Szóval, ha valakinek kézben van ez a jelentés, akkor a 10. oldalon van ez a táblázat, ahol a jobb szélen van, a jobb szélső oszlopban végig lehet nézni, hogy többnyire egy nagyon szűk sávban mozognak ezek az adatok, vagyis alig változnak évről évre, 10 év távlatában.
De például ebben a terület, ebben a kérdésben, hogy létezik egy titkos zsidó, nem ennél. Túl nagy a zsidó befolyása, ott egyértelműen növekedett. 15-ről 21-re azt látod, mindenképpen lehet szignifikánsnak tekinteni. Na várj, nincs 21-es adata, túl nagy a... Ja igen, bocsánat, igen. Igen, de nem ebben van. Nem ebben van. Valószínűleg a realizálás keresett. Mindegy. Tehát... mondjuk így bevezetőnek ezt szerettem volna mindenképpen elmondani. Nem tudom, Dani, akarsz-e hozzáfűzni valamit? Nem akartam, csak a módszertem, hogy bevenni, hogy valami jót is mondja. Nagyon sok telefonos kutatás jelenik meg a sajtóban, és azért a személyes kutatások szerintem sokkal megbízhatóbbak. Személyes megkérdezésnél mondjuk minden harmadik válaszadó választ ad, telefonosnál minden 15. körülbelül. Tehát nagyon sok hívás van, amiket a bank az előbb mondott, de azért én amikor a pártpreferencia adatokat vizsgálom és próbálom meg állapítani, hogy melyik párt megy fel, meg de akkor a személyes adatokban jobban bízom, és ez egy személyes felmérés volt. Csak ennyit szerettem meg a kérdés szerint. Ez azt jelenti, hogy kiválogatott lakásokban csöngettek, vagy hogy? Igen, igen, ezt csak nagyon röviden mondtam el, de ha van ezzel kapcsolatban kérdés, akkor a részleteket is. Tehát ez úgynevezett véletlen mintavétel. Ennek is van nagyon sokféle módja, hatalmas irodalma. Mi a úgynevezett magyarul kicsit szerintem viccesen megfordítva, hogy véletlen séta. Szóval ezt a nemzeti szakirodalomban randomnak nevezik, ami nem azt jelenti, hogy teljesen nagysajtésszerű, hanem pontos algoritmus van előírva a kérdezőknek, hogy milyen kiinduló ponttal, milyen irányba, hanyadi pártartásba kell becsülni. És hát persze ez nem hiszünk abban, hogy ez mindenki mindig pontosan betartja, de az ellenőrzésnek a, hogy is mondjam csak, tehát az a tudat, hogy ezt ellenőrizhetik, azért általában elég jó, és végül is nem olyan nagy tragédia, véletlenül a másik lakásba csönget be, majd tételben ez nem egy olyan. Na, ebben nem akarok annyira belemenni, de ez a lényeg. És akkor a háztartáson belül is kiválaszt, a konkrét válaszadó személynek a kiválasztása is egy bizonyos véletlen kulcssal, egy véletlen eljárással történik. Szóval ezek a minták elég jó, és akkor ha már itt tartunk, még mindig ilyen módszerbeli dolog, hogy a súlyozás, ugye hát ezt nem tudom mennyire ismert eljárás, az a lényeg, hogy elhisztük, de azért az fontos, hogy ez is csak egy hit kérdése, hogy a KSH legutóbbi népszámlálási adatai azok jól közelítik a valóságot, ami azért szintén egyre több bizonytalanságot hordott. És ahhoz igazítjuk a mi mintáknak a fordulásait. Tehát nem életkor, iskolázottság szerinti arányokat ehhez igazítjuk. Ez mindenképpen indokolt, mert mindig kicsit több a népszámolás adatokhoz képest a nő, az iskolázottak, az idősebb, ezek óvatos, amivel állnak. De a végső, a közölt adatok azok mindig súlyozott adatok. Jó, akkor néhány. Mielőtt felkértetek, hogy szóljak hozzá néhány megjegyzést. Kezdj el, mert sosem fogja elkezdeni, ha most nem kezdi el. Hogy... Így van, tehát akkor most... Nem szólnak semmit, hogy kezdj el. Most el is kezdem, de azzal kezdeném, hogy én nem tudom,
vagy hogy esett rám a választás, de az, aki engem fölkért erre, az nyilván tudta, hogy én nem vagyok szakmabeli, hanem hogy történész vagyok. Tehát én nekem a felmérésekről semmilyen ismereteim nincsenek. És ezért csak, szóval ezt így, amit én ebből, ennek a most már másodszori elolvasásából le tudtam szűrni magamnak, az a történész fejjel való tanulságok. És de azért másrészt van benyomásom az egésznek a szakmai oldaláról is, mégpedig az elemzésről, mert azt hiszem, hogy mind az adatfelvétel, mind az elemzésben engem nagyon-nagyon megragadott, hogy milyen óriási az önrendszertársaság ennek a felvétel. Tehát, hogy milyen sokat foglalkozik a szerzők tulajdonképpen azzal, hogy mire jók azok az adatsorok, amiket látunk, és mire nem jók. És ki is írtam magamnak néhány ilyen kifejezést, hogy azt mondják a szerzők, hogy se a szilárd lelki állapot, ez különösen tetszett nekem ez a fogalom, se a viselkedés mérésére nem jók ezek az adatok, valamire jók, az, amire jók az, hogy bizonyos eszmékjelenti fogékonyságot tudnak indikálni. Továbbá nagyon-nagyon tetszett nekem az, hogy még az egyértelmű szám adatokat is mennyire óvatosan kezeli az elemzés. Annak a kihangsúlyozása, hogy minden ponton kiderül, hogy a zsidó kérdés nem egy nagyon éles, nagyon központi kérdés a magyar társadalomban. Továbbá kiderül, hogy nem feltétlenül koherens a választottaknak a véleménye, olykor ellenmondás is van annak az adatokban. És a harmadik dolog, ami szerintem kiváló ebben az egészben, a szabatosság, tehát a fogalmi elhatárolások, az, hogy nagyon komoly kísérlet kezdődik arra, hogy ezt a bizonyos érzelmi, kognitív antiszemitizmust megkülönböztesse a kutatás. Úgyhogy, és hát a keresztelemzések, úgyhogy nagyon-nagyon komoly munka ez, és kitűnő valóban az az aspektus, amit a Bandi mond, hogy mivel sok éven keresztül meg van ismételve, ez is ad bizonyos támpontot. Tehát az adatosan bizonyos állandósága, egy bizonyos kiugró, adat esetben kiugró különbözősége, mind a kettő nagyon jól látható, úgyhogy ez nagyon szeretnék gratulálni. Egyetlen egy olyan kérdést akarok csak ebben a kicsit technikai részben fölhozni, ami bennem egy hiányérzetet kelt, és tényleg azt kérdezném, hogy nem lehetne ezen esetleg egy jövőbeli ismétlésnél segíteni, nevezetesen, hogy amióta ezek az adatok fölvételre kerültek, azóta forradalmian vagy drámaian átalakult a média szerkezete. Tehát ami Magyarországon történt, most megnéztem a magyar adatokat erre, hogy 2006-ban a háztartások 22%-ában volt internet, és 2015-ben 75%-ban. Továbbá a okostelefonok, azt hiszem, hogy az már lényegében, nem tudom a százalékot, de nagyon-nagyon magas. Tehát magyarán az információ forrás, amiben az emberek zsidókról, antiszemitizmusról, általában politikáról információhoz jutnak, és milyen információhoz, ez drámai átalakuláson ment keresztül, mert azt ugye az egy óriási téma az antiszemitizmus irodalmában, hogy az internet hatása az antiszemita hajlamok vagy fogékonyság kialakulására, az bizony egy nagyon-nagyon komolyan vehető folyamat. Tehát az internet különböző sajátosságai miatt, de igaziból olyan hatása van, hogy normalizálja az antiszemita gyűlöletbeszédet. Tehát nem tudom,
csak úgy felvetem, hogy azért esetleg hozzáállni, vagy valahogy mégis megfigyelni azt, hogy, hogy az ismeretek, illetve vélemények forrásában érződik el ez a forradalmi változás az utóbbi években. Ez volt egyetlen ilyen kérdés. Akkor a második téma, ami felvetnék, hogy igen, az elemzés nagyon önreflektáltan foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy mire jók ezek az adatok, és mire nem jók, és ezt én nagyon-nagyon méltányoltam. Mégis fel akarom vetni, hogy így a beszélgetés kedvéért, hogy mik azok a dolgok, amiben a számok egyáltalán el tudnak minket igazítani, és mik azok, amiben nem. Tehát egy történelmi analógiát szeretnék hozni, majd a Viktor vitatkozik velem, hogy a Dreyfus-nak idején, ha csináltak volna egy hasonló felmérést, és föltették volna azt a kérdést, hogy Európa nagyobb országaiban, mely országokban képzelhető el, hogy valami masszív, nagyon hiszem, a mozgás kitör, és mondjuk egymás mellé tették volna Franciaországot és Németországot, akkor nem kérdés, hogy Franciaországra esett volna a választás. Olyannyira így van ez, hogy még a 20-as években is így volt. Hogyha a 20-as évek ide vonatkozó, mert azért itt van egy nagy párhuzamos téma, hogy a demokratikus folyamatok elterjedésére a számoknak is egyre nagyobb a jelentősége, de a nagy számoknak. De ez még így volt a 20-as években is, hogy ha azt nézték meg, hogy mondjuk a két társadalom közül melyikben a számok alapján, melyikben van nagyobb támogatottsága, antiszemita egyesületeknek, pártoknak, kluboknak, még mindig a franciák nyertek volna, és ezzel foglalkozik egyébként az amúgy hát, sok problémát felvető Noltei elemzés, hogy ugye 1926-ban Hitlernek 2,6% támogatottsága volt, ami hát azért nagyon alacsony. Tehát vannak ezek a számok, és vannak a történelmi folyamatok, és borzasztó problematikus a viszony ezek között. Én összesen egy valamire valamifele vinnem ezt el. Nyilván itt is felvetni egy kérdést, hogy ez a felmérésekben nem integrálható át. Mégpedig az, hogy azért a Dreyfus antiszemita fölvágolása és a német antiszemita fölvágolás között egy nagyon döntő különbség van. Az, hogy a Dreyfusnak idején a politikai elit magatartása olyan volt, hogy bár a politikai elitben nagyon erős antiszemita tendenciák voltak, de volt a politikai elit meglévő része, amely egy erőteljes választ tudott adni az antiszemitizmusra. És igaziból egy egész mozgalmat tudott erre létrehozni, vagyis a Dreyfus-per kapcsán azt lehet mondani, hogy esetleg a nagy számok alapján meg lehetett volna az is jósolni, hogy ott egy nagy, komoly antiszemita történelmi fordulat történik, de a nem nagy számok alapján, vagy a politikai elit viselkedése ezt megfordítja. És itt ezzel szerintem konkrétan Németországban történt már azzal, hogy ott, amikor az antiszemitizmusra mozgalom már, akkor a politikai nem tudott reagálni, és semmiféle komoly választ nem tudott adni az antiszemitizmus fellángolására. Tehát magyarán
magyarán én tudom, és ezerszer kihangsúlyozva a tanulmányban, hogy, hogy ezek az adatok arra nem jók, hogy előre lehessen belőle látni politikai fejleményeket, még akár politikai magatartást is, de még, mégis az ember folyton azon törje a fejét, hogy ezt a fajta mechanizmusát a társadalomnak, hogy egyfelől mi van a számokkal, és a csoportokkal, az emberek fejében, stb. És másfelől milyen a politikai magatartás az elitnek, hogy ezt nem tudjuk egy kicsit ennek a hatását valahogy jelezni. Hát ti próbáljátok annyiban, hogy ma bocsánat önök, hogy azért sokat foglalkoztok a párthovatartozással, mert ez a legközelebbi a párt öndefinícióval. Tehát, hogy itt nincsen még egy út. Akkor a harmadik téma csak felvetett, hogy ez a politikai magatartás pontosságával, amiről eddig is próbáltam jelszót mondani, az adatok is szerintem néhányban a körben ezt alátámasztják. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy hol történnek nagyobbások, akár az érzelmi, akár a politikai antiszemitizmus táblájtokban, akkor ezek majdnem mindig választási élethez kötődnek, és olyan csomópontoknál vannak, amikor mégiscsak tematizálódik, ha nem is központi kérdés, a zsidó kérdés ezekben a kampányokban, de mégiscsak valami helyet kap a médiában. Visszacsatolom a kérdést ahhoz is, hogy és hogy milyen médiában, és itt valóban nagyon nagy ugrások történnek ezekben a választási években, és aztán utána beáll bizonyos vagy a állandóság. Jó, és akkor nem is húzom tovább, még van egy negyedik kérdésem, azt csak meg említem, hogy ezt Róna Dániel, jól mondom, ugye? Igen. Az ön egy másik tanulmányában olvastam erről, hogy mi is az tulajdonképpen a válaszadóknak a megfelelő kényszer. Vagyis az, hogy kicsit azért minden ilyen felmérés úgy alakulnak azok a válaszok, ahogy a válaszadó képzeli, hogy a kérdező, ahogy a válaszadó azt képzeli, hogy neki tulajdonképpen mit kéne válaszolni. És itt van egy-két olyan ravasz, megfogalom a kérdés, ahol én úgy vettem észre, hogy a válaszadó be vannak húzva egy ilyen megfelelési helyzetbe. Különösen azt is kiemeltek, hogy milyen érdekes, hogy egyfelől azt mondják, a 52% a válaszadóknak azt mondja, hogy többet kellene tanítani a zsidóüldözésekről, és akkor másfelől szintén 52% a válaszadóknak azt mondja, hogy lehet már venni a témát a napjáról. Ott kétségkívül van egy furcsaság a dologban, de ha megnézi az ember, hogy hogy van föltéve a kérdés, akkor az nagyon trükkös. Tehát nem írtam ki, és nekem nincs egy példányom, csak az interneten olvastam, de nincs itt valahol ez a kérdés, hogy tehát úgy vannak megfogalmazva a kérdések, hogy ilyen narratívában vannak bújtatva, vagy kérdezve, ahol azt hiszem azt, hogy többet kellene tanítani a zsidóüldözésről, az valahogy úgy szól, hogy ahhoz, hogy ne ismétlődjön meg még egyszer ez a borzasztó dolog, ami történt, ahhoz vajon hozzájárulna-e, hogy ha többet... Tehát, hogy van egy logikai sor, amiben a válaszadó már attól, hogy megértette a logikai sort, hogy tulajdonképpen erre válaszol, és be lett húzva a közös értelemben a csőbe. Ez kérdésem, hogy többet kellene tanítani az iskolákban a zsidó üldözésekről, hogy ilyesmitől
az a válasz is, ami a le kéne lenni a témáknak a filmről, az is ugyanilyen. Az a kérdés, mert ott meg azt mondja, hogy a kérdés, hogy ennyi évtizeddel a zsidó üldözések után már le kellene venni ezt a témát a napirendről. Tehát igazából nem arra válaszol a válaszadó, hogy le kéne venni a napirendről, hanem hogy áll-e az az összefüggés, hogyha már ez olyan régen volt, akkor már nem aktuális. És hogy egyáltalán voltak zsidó üldözések. Tehát ezzel nem feltett, itt az az előfeltevés, minthogyha nem lenne az a fajta holokauszt relativizmus. Nem, 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 a holokausztokadás is egy fontos részlet. Csak ugye erre gyorsan reagálnak itt, az a probléma ezekkel, illetve a probléma az, amit te is mondod, de ezek tulajdonképpen, most már nem emlékszem, sőt, hogy mióta van ez a kérdés ebben a formában, de ezek részben ilyen médiából, vagy közbeszédből kiemelt idézete, társadalomban kerülő közhelynek. Vagy a közhelyes megfogalmazás. Nagyon olyan válaszadó, ez túl magas, és van, akinek ez túl alacsony. Ennek a kérdésnek a összetettsége megértése. Szóval ez egy általános közhelyménykutatási probléma, de azzal én is egyetértek, hogy az nem jó, hogyha két állítás van egybe csomagolva. Szóval ez mind a mellett, ugye az meg a felmérésnek is, meg az elemzésnek is az elénye, hogy ez egy kívül. Tehát ez egy nagyon differenciált és rafinált felmérés szerintem. Én ezt nem valami nagy kritikaként mondom, csak inkább egy kis kérdés, és ez az egész ilyen megfelelési kényszer probléma. Engem eddig is még nagyon érdekelt, és itt is láttam ebben forrást. Na most végül már csak az az egy kérdése marad, ami visszavezet az internet problémához, hogy nem csak az internet használatban lett forradalmi változás, hanem a más médiákban is. Tehát most különösen gondolok például a plakátokra, ami nem volt régebben Magyarországon a politikai propagandának ez a teljesen durva és nyers módja, nálunk nem volt ki. De tekintettel arra, hogy az egész zsidó és kérdés és antiszemitizmus kérdés az rettentően ki van a híve propaganda elemeknek. Tehát ugye, hogyha bárki a nácizmus történetét elkezdi tanulmányozni, akkor az egyik első dolog, amit tanulmányozni kell, az a hitleri propaganda, a náci propaganda, a tartalma és a náci propaganda eszközei. Tehát a propaganda ebben egy nagyon és nagyon lázasan gyors folyamatok ennek a propaganda körül. Tehát most az a nagy kérdés merül föl, hogyha politikai propaganda médiumai és stílusa ilyen mértékben változik, mint ez változik Magyarországon napjaiban, akkor mégis nem lehet ebből valamit a jövőben, ha az is megkerüljük ez a felmérésbe emelni. Itt megint egy nagyon trükkös problémával szembesülünk, mert ma ugye az a hivatalos kormánypolitika szerint ebben a migráns témában folytatott propaganda, népszavazás, nem tudom, plakátok, ezek nemhogy nem mondjuk szerint a dolgok, hanem ezek épp, hogy azzal, hogy kívül akarják tartani a muszlim tömegeket, ezáltal éppen egy zsidó védő intézkedések, ugye. Másrészt van a propagandának egy szava, egy íze, egy nyelvkészlete, egy
ami meg egész egyszerűen bizonyos fajta gondolkodásmódot erősít, ami olyan gondolkodásmód előítéletesség és etnikai ellenségeskedés, ami az antiszemitizmusnak az alapját és az omegáját adja, plusz megjelentek ezek a soros plakátok. Tehát ezek is azt hiszem, ilyen nagyon nehezen tematizálható kérdéseid, de ugyanakkor tudnunk kéne helyre tematizálni. Befejeztem. Nagyon szépen köszönjük. Én jó. Igen. Gondoltam, hogy fusson egy kört a közönség, és utána adnánk nektek vissza a szót. De lehet úgy is, hogy reagálsz, parancsolj. Hát csak erre a mediális dologra szeretnék gyorsan reagálni, ugye, mert az egyik nagyon fontos kérdése Nainak az internet megjelenésének a jelentősége, ugye. Hát egyrészt azért már 10 éves távlatban azért nem teljesen úgy, csak azóta valóban azóta tömegessé vált, de önmagában az adatokból látszik, hogy ez azért nagy, valami földcsúszásszerű változást nem hozott a téma iránti fogékonyságban. És van adatunk az internet használatra, tehát lehet ezt finomabban is elemezni, hogy ott van-e különbség. Én ebben őszintén szóval nem nagyon hiszek. De alapvetően azért nem, mert itt a fő, azért, hogyha egyetlen nagyon fontos dolgot ki akarnak emelni, akkor azt emelnénk ki, hogy a mai magyar társadalomban minden eddigi erőfeszítés ellenére sincs igazán ennek a témának relevanciája. Tehát nagyon kell. Tehát fölteszünk ilyen erőltetett és közhelyszerű kérdéseket, akkor tényleg kötelességünknek érzik, hogy válaszoljanak, de ez nem azt jelenti, hogy ezzel a témával az emberek legnagyobb része foglalkoznak, hogy ez egyáltalán szeretnek játszani. A másik nagyon röviden, ha jól értettem, úgy fogalmaztál, hogy korábban nem volt ez a politikai kampánynak ez a nagyon durva és gyűlöletre építő formája. Most mostanában nagyon érdekes dolgok kerültek elő, amik részben ilyen számomra egész fölkavaróan fölidéztek gyerekkori emlékeket, hogy nézegettem az interneten is, meg a HVG-ben volt egy cikk erről illusztrációkkal az 50-es évek, a Rákosi rendszernek a plakát kultúrája, ami hát őrületes mértékben vette át a korábbi antiszemit plakátoknak a képi világát, az egész karikaturisztikus zsidó ábrázolást, csak éppen esett a amerikai. És a gyerekkori emlékeim egészen a Ludasnak mennek vissza, és utólag döbbentem rá, hogy ott tulajdonképpen nagyon csúnya zsidó embereket ábrázoltak, nagyon negatívan. Tehát. Na már mint, hogy, tehát itt van azért egy folytonosság, ha mennyire szakadtál Istennek. És ezzel összefüggésben azért azt én azt érdemünknek tartom, ha szabad ezt mondani, amit lehet, hogy nem vettél észre, de mindenképp ugye várod, hogy beemeljünk ezekből az új jelenségekből az új felmérésbe, hogy éppen, hogy beemeltük a migráns, mint az egyik ilyen más csoport, mert ott etnikumok, meg különböző identitás kisebbségek is szerepelnek, és mit járt ez a migráns minden más csoportot megelőzve lett a legelutasítottabb, és ez azért nagyon, ez riasztó is, tehát hogyha mint az antiszemitizmus nézzük, persze hát mondhatjuk, hogy milyen megnyugtató, hogy nincs az antiszemitizmusban különösebb
megsérülés, ugyanakkor ez a migráns gyűlölet ez nagyon könnyen transferálható. Tehát itt tulajdonképpen majdnem mindig, hogy ki van a célkereszt. Na bocsánat, hogy ezt így gyorsan közbevetettem. Urak! Nem tudom, Viktor. Nem mondtál, mennyit van. Hát elég sok heterogén dolgot mondanék, és a bevezető szavaid azok nagyon jól adták vissza a szerény bölcsességgel ábrázoltad a helyzetet, hogy ez nem egy enciklopédia és egy monográfia, hanem ez egy kutatás, egy igen nehéz kérdésről, és azt hiszem, hogy a én kutatáshoz részben nem értek, részben nem nagyon hiszek bennük, de most beleszerve ez nem korrekt. Szerintem ez egy jó kutatás, és ami mondjuk a politika felszínét illeti, szerintem igaz is annyiban, hogy de ezt csak mondom, tehát ez nem felszínes vélemény, de felszínű vélemény, mert én nekem is csak egy felszíni véleményem van az elmúlt évekről természetesen, hogy a puhul a kérdés tulajdonképpen. Tehát a zsidó kérdés a társadalmi nyilvánosságban az érzésem szerint is veszít az élességéből és a feszültségéből és a dologból, de az, hogy miért puhul és hogy puhul, ezt... Szerzett. Ez egy nagyon bonyolult kérdés lehet. Tehát na most nem tudom, hogy azt akartátok-e kifejezni, hogy azt hiszem, hogy kétszerű szerepel az anyagban az, hogy ez most tulajdonképpen egy periférikus probléma, meg most is mondtad, hogy hát nem tudjátok rávenni az embereket, hogy igazán örömüket lejjék ebből a kérdésre, meg ilyesmi. Na most ugye ebben a beszélgetésben nem lehet nagyon nüanszokat mondani, ilyen szerintem biztosan nincs így. És hogy ez pontosan biztosan nincs így, az én véleményem szerint, ami tök hülyeség is lehet természetesen. Tehát ez nagyon ne tagadd, hogy ez a lehetségeséged. De. És szerintem itt a jó öreg tabuizációk is félelnek szerintem a zsidó kérdésről van, hogy nyilván, hogy beszéltem, mindenki olyan mélyebben vannak képítve, hogy nem is tudja elképzelni, hogy egyáltalán beszéljen. Ha nincs véleménye, még akkor sem tudja kimondani, hogy nincs véleménye. De én mégis úgy érzem, hogy az, hogy ti úgy éreztétek, hogy ez jelentéktelen periférikus, ez visszaad valami igazságot, és ez tulajdonképpen a meritum a dolognak, hogy valahogy le van keverve tulajdonképpen az élessége a dolognak. Na most nyilvánvaló bizonyos ilyen monster, makró dologban nyilvánvaló a migráció egy kicsit elveszi a levegőt a probléma előtt, de szerintem ezt még nem nagyon lehet ezt az interakciót látni. De egyszerűen a fizikai nagyságrendjével és ahol a tulajdonképpen sokkal, amivel a EU, tehát ez az egész 2015. szeptemberi, hogy mondjam, az egy sok volt, aztán majd elemezzük később. Tehát na most ettől függetlenül nem hiszem, hogy a migráns kérdés hosszú távon leváltja, kiváltja, lecseréli. Tehát nem hiszem, szerintem marad a jó öreg zsidó kérdés a maga élességében, és majd visszajön, meg eltűnik. Na most a következő dolog, amiért ez a kuhulás valószínű, majd el fogod mondani, hogy egyetértesz ezzel a dologra, hogy ezt lehet úgy értelmezni, ezt a jelentéktelen. Szerintetek.
azzal is, hogy a nyilvános politikai közbeszéd annyira hazuggá vált, hogy már semmit se lehet mérni, meg hinni. Tehát nem, most a Vona Gábor antiszemite vagy nem? Hát, ha Vona Gábor azt mondja, hogy antiszemite, akkor se hiszem el. Nem? Most komolyan mondom valamit, ugye? Akkor se hiszem el, mert annyira nem hiszek el neki semmit, hogy azt se hiszem el, hogy antiszemita tulajdonképpen. Azon kívül, hogy én most a Vona Gábort az elmúlt két hónapban 10-szer láttam tagadni, hogy ő. Tehát egyszerűen a felébredtek arra, hogy a Vona Gábort látom magam előtt, ugye márhaimban, aki azt mondja, hogy ugyanúgyan. Tehát ez ebben vagyok én körbelőve most stb. Tehát most vegyek bizonyítékot, hogy a Vona Gábor mit mond másút, mondjuk nagy, és így tovább. Tehát ez én egy fontos tényezőnek tartom, hogy az elmúlt években fokozatosan annyira nem lehet elhinni semmit, hogy nem lehet az ellenkezőjét se elhinni, és senkinek nem lehet elhinni semmit, egy kicsit most túlzok. Hogy találkoztok ezzel a problémával, hogy jó, én antiszemita vagyok, azt se hiszem el. Most csak mondjuk a Botka minden gondolok, ami nincs, ugye, hogy Botka a mi emberünk, Botka nem a mi emberünk. Vagy ugye, pillanatok alatt minden lehetséges. Na mostan egy kicsit elkerülnék ebbe az igazság utáni korszak című dologban, amit kétszer említettek a dologban. Na most ezt én kerülném, mert ez nem lehet tudni tulajdonképpen, hogy ti is úgy gondoljátok, hogy igazság utáni korszakban értek, vagy pedig csak a nyilatkozóknak a nyilatkozatát értelmezitek úgy, hogy hát ez persze, hát igazság utáni korszakban élünk. Na most itt akkor nagyon világosan el kéne választani a értelmezői pozíciót, hogy szerintetek is igazság utáni korszakban élünk. Tudnék, az a cinizmus kezdődik egész Európában, hogy úgy beleszövik ezt a politikai diszkuszióba. Hát ugye mi zöldek vagyunk valahol, és hát persze igazság utáni korszakban élünk, most így gondoljuk. Tehát tulajdonképpen elkezd egy racionális okozati helyzetbe kerülni, mint hogy a posztmodern. Ez is így volt, először elindult egy leíró értelmezés, hát utána pedig már oka lett valaminek. Hogy ez azért van, minden posztmodern korszakban élünk. Hát semmi sincs azért, mert posztmodern korszakban élünk, azért van, mint a valaki úgy csinálja tulajdonképpen. Tehát ez egy nagyon rafinált dolog, ezt csak úgy mellesleg mondanám. Na mostan az a 2009-2010, említette Mária is, én részben azt köszönöm, hogy nyilván a korábbi választások előtt is így voltam, nem figyeltem fel, viszont a 2009-2010-et azt megerősíteném, vagy egy kicsit elemelném. Tudnék, 2009-2010-ben, és ez megint a problémátok, hogyha de tudományos kutatást végeznél, akkor nyilván másképp is kérdeznél, mint közéleti kutató, mert akkor alá kérdeznél abból a szempontból, hogy szerintem akkor értettem meg a társadalom, hogy a balliberalizmusnak vége van. Tehát a Gyurcsány 2009, Vajnai és az Orbánnak 2009-ben 50%-os abszolút többsége volt a felmérések alapján, ha emlékszel. Lehet, hogy szemlélés vagyok, de én úgy emlékszem, hogy 2009-ben 50%-a volt az Orbánnak, akkor a jó lelki emberek azon kitörök, hát az Orbán most történelmi helyzetben van, most biztos egy betlen konszolidációt csinálni, annyira szeretni a lépet. Ezt a hülyék gondolták, Bandi. Most figyelj, én nem mondtam, hogy hülyék vagy nem hülyék. De jó, valami mondtál, pozitív jelzőt mondtál erre a gondolatra. Az emberek, azt mondták az emberek. Ja jó, így igen. Voltak olyan emberek, akik ezt mondták. Magadon is megengedted ezt. Én őszintén szóval nem gondoltam. Uh-huh. Én, hogy mondjam, mivel én ezt a nemzedéket tanítottam az egyetemen, úgyhogy én immun is vagyok a 89-es nemzedék lelki állapotával szemben, bocsánat. Szóval, tehát az egy nagy korszakatár volt tulajdonképpen, és ez nagyon jól kijött nálatok, én ebben kicsit beleásték. Tehát nem tudom, mennyire az a megbízás, meg a mú
mennyire ad lehetőséget? Tehát mennyire ad lehetőséget történelmi fordulatoknak a rekonstrukciójára? Mert ez tényleg az volt, például biztos vagyok benne, hogy ilyen, ha lenne Magyarországon társadalomtudomány, hát te is tudod, hogy nincsen, nem? Nincsen, hát mondjuk őszintén. Mondjuk, akkor megnéznék azt például, hogy a lakáspiac, a budapesti lakáspiacnak a lakására 2009 és 2010 között hogy változtak. 2009-ben nem volt forgalom, az emberek nem vettek lakást, nem adtak el. Most nagyon távoli, Bani, próbáljunk visszatérni egy kicsit a beszélgetéshez. Nem adtak el lakást, mert kivártak. Kivárták a 2010-et. És 2010-ben úgy beindult a lakáspiacnak a környezet, hogy minden család eldöntötte, hogy ugye megjön, elserélik, eladjuk, stb. Ez csak egy dolog. Tehát tulajdonképpen, ha lenne társadalomtudomány, akkor neked lenne támaszod egy ilyen adatnak a felmérésére. Most néhány ilyen apró megjegyzés, hogy én nem tudom miért csak hogy megjegyeztétek, de szeretnél számolatán, hogy a férfiak jobban érdekelnek az antiszemitizmusban, mint a nők az egyik helyen. Van egy ilyen mondat valamelyik. Lehet, hogy nem releváns. Szerintem minden családban a nők inkább antiszemitának, mint a férfiak. Ezt érdemes, hogy mondjam, érdemes végignézni. A keresztény családban a nő az ideológus, aki kifelé. Ez csak azért mondom, hogy konfrontáljátok el. Elegedítik. De kemény adat van. A másik megadom magam. Tehát neked van igazad, én csak mondom, hogy szerintem így van. A másik az, hogy nem tudom, van egy adat az LNP 17%-os súlyos antiszemitizmusáról. Ez előbb majd mondtál valamit később, jó? Ez úgy meglepett, hogy mondjam, hogy ugye én is a liberalizmus nagy híve vagyok, és figyelem a dolgot, nem vettem. De lehet liberális? Jó, hát jó, akkor visszaolvasnál, ahol se jó. Igazság után korszakban élünk, úgyhogy minden lehetséges. Még egy pár apróság. Na jó, csak megjegyzem, hogy a számomra egy nagy tisztelője vagyok a Kovács Andrásnak, és azt hiszem, hogy bizonyos értelemben, hát ő is mondjuk bizonyos baráti kesztusokat néha kezd irányomban, de nem nagyon hiszek ennek a kognitív és affektív dolognak egy ilyen kemény jellegében, amit így el lehet választani. Tehát ezt megint csak megjegyzem, hogy egy filozófus semmi fogalmat nem hiszem, hogy van. Tehát ez rendben van, tehát ez szakmai általom. Na most még egy-két Na most ki a zsidó a nyilvánosság előtt? Ugye ez most egy kicsit ilyen judaisztikai probléma, és gondolom, hogy ezzel nem nagyon kell nektek foglalkozni, de mégis nagyon érdekes, mert ugye egyfelől vannak a tabuk. Tehát szerintem azért jó ez a dolog, mert visszaadja azt, hogy az emberek tudják, hogy taburól van szó, és mégis vállalják, és elmondják, és megcsináljátok, és így adjátok nekünk. Tehát ezzel becsületes munka. Ettől mindent, hogy tudjátok eltüntetni, és mások tudjátok. Tehát a tabukat most hagyjuk. De mégis ki? A zsidó ember, az ne